Megemlékezést tartottak Üllőn az első világháborús emlékműnél az emlékmű felavatásának 100 éves évfordulója alkalmából. Szeptember 23-án többek között kiállítással, történelmi előadással, koszorúzással és táblaavatással várták a résztvevőket. 1923. szeptember 20-án avatták fel Üllőn az első világháborús emlékművet, így hát most 23-án szombaton tartottuk meg ennek az évfordulója alkalmából a megemlékezésünket. Egy egészen színes programmal készültünk, mindenféle témában megtörtént a megemlékezés, volt kiállítás, volt történelmi előadás, és természetesen az emlékműnek az új emléktábláknak a felavatása, megkoszorúzása, amely díszsortűz. Zárult. Kik adták a műsort, illetve a kiállításon, kik vettek részt? A kiállítás megnyitó itt a Varga Gyula könyvtár Mercel termében zajlott le. A köszöntőt azt nekem volt szerencsém megtartanom. A köszöntőben kihangsúlyoztam, hogy mekkora folyamat, milyen történelmi jelentősége van ennek a kiállításnak, hiszen 2014-ben volt itt először egy első világháborús kiállítás, azt még Fehér László tanár úr koordinálása mellett állítottuk össze, és ő már akkor ugye tudta, hogy valószínűleg az első világháborús emlékműn szereplő nevek, az a névsor, az kiegészítésre szorul, így elindult egy kutatómunka, amihez nem sokkal később segítséget is kapott Fehérné Fazekas Anett személyében, aki digitális források kutatásaival kiegészítve tanár úr kutatásait végül egy könyv is összeállt, a Dédapáink emlékezete Üllő az első világháborúban címmel. Ennek 2019-ben volt az átadása, az ünnepélyes könyvbemutató, és hát ugye az maradt még igazából hátra, ami tanár úr célként is megfogalmazott, hogy ennek az első világháborús emlékműnek több névvel kiegészített plusz táblák is felkerüljenek, és nem is kevés volt ez a név, hiszen eredetileg 101 név volt ezen az első világháborús emlékművön, és a további kutatások eredményeként további 91 névvel sikerült ezt kiegészíteni. Körülbelül 60 név az, ami tanár úr és Fehérné Fazekas Anett nevéhez fűződött, majd a könyv megjelenése után folytatódtak a kutatások, egy újabb lendületet kapott, hiszen Vitéz Zentai István, ő családfa kutatással is foglalkozik, és ezek kapcsán ő is további neveket talált, majd Topor István kollégánk, ő nem olyan régen került a könyvtár kötelékébe, ő is történész, kutató, és ő is utána további kutatásokkal egészítette ki, úgyhogy így jött össze igazából négyük munkája során, illetve eredményeként ez a 91 név, ami most szombaton egy gyönyörű, szép új táblára felvésve felkerült az első világháborús emlékműre, és hát ezt avattuk föl. A kiállítás megnyitó után átmentünk a Városházára, ott három történelmi előadás meghallgatására nyílt lehetősége a közönségnek. Egy általános jellegű indult az első, az Takács Róbert történész tartotta, az magáról az első világháború kitörésével kapcsolatosan, illetve azzal, hogy az üllőieket hová sorozták be az első honvéd gyalogezredbe, és ennek a különböző katonai manőverek, hogy hogyan zajlottak, merre jártak, ugye az olasz és orosz fronton jártak a mi katonáink zömmel. Erről hallhattunk egy előadást, majd utána Cirok Zoltán hadtörténész, repülés történész, Vitéz Maklári Béla ászpilótánkról tartott egy előadást, és külön öröm volt számunkra, hogy az ő leszármazottja, ifjabb Maklári Béla és családja is itt volt közöttünk, sőt, a családi relikviákat is rendelkezésünkre bocsátották, és ezeket itt a kiállító teremben egy külön tárlóban van szerencsénk bemutatni egészen október 14-éig, ameddig a kiállítás megtekinthető. Úgyhogy erről a sikeres ászpilótáról tartott Cirok Zoltán előadást, majd a harmadik előadás pedig Csányi Józsefről szólt, ő tengerész volt az első világháborúban, és ő is ugye üllői hős volt, és az ő leszármazottjai is jelen voltak, Záhonyi Elekné és férje, ők is részesei voltak ennek a rendezvénynek, és még többen az üllőiek közül, akiknek a rokonaik, leszármazottjaik, illetve az őseik részt vettek az első világháborúban. Úgyhogy igazán azt lehet mondani, hogy családias és nagyon sok meghitt pillanattal teli volt ez a megemlékezés, mind a beszédeket tekintve, mind pedig az egész ünnepi sorozatot tekintve.
A műsornak a fényét igazán emelték azok a közreműködők, akik részt vettek a megemlékezésen, hiszen amint említettem, díszsortűz is elhangzott az emlékmű avatásakor. Ezt a Honvéd Kerékpáros Hagyományőrző Egyesület képviselőinek köszönhetjük, akik korhű ruhában, első világháborús egyenruhában álltak díszőrséget az emlékmű mellett, majd a végén, amikor elhelyezték a koszorúkat, akkor egy díszsortűzre is sor került természetesen vaktölténnyel, úgyhogy senki nem volt veszélyben. De vendégünk volt még ebből az alkalomból, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi honvédtisztképző karának képviselői, ők voltak azok, akik a koszorúzásnál közreműködtek, és ők helyezték el az emlékezés koszorúit. Gyönyörű énekével örvendeztetett meg minket Káplán György énekművész, a magyar kultúra lovagja, és Petrovics Eszter énekesnő is. És ott voltak természetesen az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai is, akik szavalataikkal, énekszavukkal emelték a rendezvény fényét.